Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntöm nézőinket innen a Szent István televízió stúdiójából. Vendégem ezúttal is virtuális módon az interneten keresztül van jelen, hiszen tart még a karanténhelyzet. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban ilyen módon Antal Alexa Krisztina nővért, Szent Ferenc kisnővérei közösség tagját. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket. A beszélgetés apropója, amire majd a beszélgetés közepén fogunk rátérni, hogy nagyon aktívan jelen vannak a közösségi médiában, erről is fogunk majd beszélni, de először azt szeretném megtudni, hogy milyen az élet most a karantén idején a közösségben, a nővéreknél. Alapvetően a házunk élete az nem sokban változott, tehát a napi rendünk az maradt, meg mindhárom házunk lapói, tehát jelen vagyunk Arlóban, Bükszentkereszten és Miskolcon, azért betartják a korlátozásokat, igyekszünk tényleg otthon maradni, és hát a napjaink gerince, az imádság az továbbra is megmaradt, tehát közösen végezzük a zsorozsma imaóráit, reggel, délben, illetve este, a vesperázt és a kompletóriumot külön mondjuk két időpontban, hogy azt is végezzük, megmaradt a napi imádságunk, a szentségimádás, az elmélkedés, a belső szolgálataink, a közös programjaink. Hát tény, hogy sok mindent azért át kellett gondolni, vagy újra kellett tervezni, ami a külső szolgálatainkkal, vagy a apostoli munkáinkkal kapcsolatos, de azért a gerinc az úgy maradt, a tartó oszlop, az imádság, közösségi életünk. Annyiban mindenképpen azért talán változott, hogy a közösségi térben, a virtuális közösségi térben intenzíven jelen vannak. Honnan jött ez az ötlet, vagy miért gondolták úgy, hogy ezt meg kell lépni most? Igen, most két új út is nyílt a téren. Egyrészt, hogy a zsolozsmáinkat, az imaóráinkat online közvetítjük, vagy élőben adjuk az egyik közösségi médián keresztül. Több kérés érkezett felénk, hát konkrétan ide hozzánk a Miskolci ház nővéreihez, azzal kapcsolatban, hogy nem szeretnénk-e elérhetővé tenni, vagy így élőben közvetíteni az imádságainkat, mert hogy többeknek ez sokat ad, vagy sokat jelent, hogy közösségben imádkozhatnak. Úgyhogy ezt így átgondoltuk, mérlegeltük, igent mondtunk rá, és megkérdeztük a Bükszentkereszti, meg az Arlói ház nővéreit, hogy ők is benne lennének ebben, hogy imaórákat élőben közvetítsük, és igent mondtak a többiek is. Úgyhogy így próbálunk lehetőséget, meg teret adni, biztosítani másoknak arra, hogy a közösséget velünk, az egyházzal ilyen módon, ilyen sajátosabb formában tudják megélni. Milyen gyakran látható a közösségi oldalon, milyen gyakran vannak ezek a liturgikus szertartások, imádságok? A reggeli imádságunkat, a laudást Bükszentkeresztről közvetítjük reggel 6 órától, illetve pénteken 9-től, vasárnap pedig reggel 7 órától. A napközi imaórát Arlóból követhetik a nézők minden nap 00:30-től. Tőlünk Miskolcról pedig a vesperás megy élőben délután, vagy kora este, egy 17:30-tól. Illetőleg az arlói nővéreink dicsőítést vezetnek vasárnap este 19:30-tól, úgyhogy ebbe is be lehet kapcsolódni. Tehát ez az egyik út, amit most így kínálunk az online térben. A másik pedig, hogy elindítottuk a közösségünk YouTube csatornáját, és ott is próbálunk olyan tartalmakat gyártani, adni, amik valamiképpen életadóak, de talán picit más, mint amit megszokhattak, akár tőlünk, akár úgy általánosságban véve a szerzetesektől. Hogyan sikerült erre technikailag felkészülni, hiszen a sztereotípiákban mondjuk egy szerzetes nővért nem úgy képzel el az ember, hogy az interneten nagyon jól boldogul, sőt még a technikai eszközökkel is. Igaz ez a sztereotípia, vagy nem? Hát azért igen, technikailag még nem vagyunk annyira profik, tehát telefonnal közvetítünk, meg telefonnal rögzítjük a videóink nagy részét. Az arlói rendházban van azért egy jobb minőségű fényképezőgép, vagy felvevő, amivel meg tudják oldani a videókészítést, meg ott az egyik nővérünk nagyon ügyes abban, hogy videókat vág, szerkesztőprogramokat tanulja kezelni, vágóprogramokat. Úgyhogy hát próbálunk fejlődni, vagy lépést tartani azzal, amit a nem is megkíván a kor, meg a társadalom, de
egyszerűen alkalmazkodnunk kell ahhoz, mert hogy az, hogy menjetek el az egész világra, az már kétségtelenül kiterjed a virtuális világra is. Ez egy lehetőség, amivel szabad, meg érdemes is élni. És ugye a tartalomról is kell beszélni, nyilván a kötött imádságoknál ott nem vitás, hogy hogyan szól és mikor szól, de ugye az evangéliumi üzeneteket sokféle módon lehet közvetíteni, amihez valóban csak egy csatorna, egyfajta forma a technika adott eszköze, a kornak megfelelő eszköze. Igen, igen. A tartalmaink még, meg a koncepció, talán mondhatom, hogy még így alakulóban, vagy kiforróban van. Amik eddig megjelentek, abban nekem nagyon hangsúlyos volt az élet, hogy valami olyat próbálunk nyújtani vagy adni, amiben tapasztalhatóvá válik az élet, aki Isten maga. Így megragadott engem a csatornánk neve is, az egyik jelöltünk szellemi terméke az, hogy kisnővér adás. Mert hogy ebben nem csak a rendünk egy részének neve van benne, hogy kisnővér, hanem hogy véradás, és hát ugye ismerjük ezt a szlogent, hogy aki vért ad, az életet ad, tehát ez az életadás szerintem nagyon domináns vagy erőteljes motivum ezekben a videókban, hogy olyat szeretnénk adni, amihez más is tud kapcsolódni, amitől nem leszünk talán annyira idegenek, vagy a mi életformánk nem lesz annyira idegen másoktól. És hát az én személyes vágyam az, hogy mások is megtapasztalják rajtunk keresztül, hogy az Istennel lenni, az Istennel élni alapvetően jó, öröm, és tényleg a boldogsághoz, vagy boldogságra vezető legbiztosabb út. Szokták mondani, hogy a közösségi médián keresztül elsősorban, a közösségi médiumokon keresztül elsősorban a fiatalokat lehet elérni. Most ugye ez a karanténhelyzet egy picit átformálta ezt, és sokkal több máskorú, érettebb fiatal is fordult e felé. Mi a tapasztalat? Vannak-e visszajelzések, hogy kik veszik ezeket az adásokat, kik követik nyomon? Lehet-e tudni valamit? Vagy van egyáltalán olyan cél, hogy célcsoport, vagy nem létezik ilyen? Igen, erről is beszéltünk már így a YouTube csatorna kapcsán is, hogy akkor mégis mi a célja, vagy ki a célközönség. Egyelőre ezt még így nem határoztuk meg, vagy nem kategorizáltuk be, hogy akkor inkább a fiatalabb generáció, vagy bár, na, tehát én személy szerint nem beszélek már ilyen generáció elméletekről, mert azt hiszem, hogy Y, vagy X, vagy Z, vagy Alfa, tehát hogy én ezeket inkább így kerülném. De tény, hogy akik a YouTube csatornát vagy videókat követik, egy más korosztály ölel föl, mint akik az ima óráinkba bekapcsolódnak. Tehát, hogy mutat eltérést, ha megnézzük azt, hogy kik nézik, vagy nézték meg a videókat, hogy életkorilag milyen elosztást látunk, tény, hogy van különbség. Ja, és egy fontosat kihagytam, még engesztelő ima órát is közvetítünk minden nap 3 órától, ott kifejezetten érzékelhető, hogy akik követik, ők már azért idősebb generációnak mondhatunk, de bekapcsolódnak, és nagy öröm számomra, hogy ezt ők is használják, és hogy tudnak élni ezekkel a lehetőségekkel, függetlenül attól, hogy most 50, 60 vagy 70 éves. Most a beszélgetésünk felvételekor szinte talán napra pontosan 2 hónapja tart ez a viszonylag zárt időszak. Mik a tapasztalatai ennek? Hogyan tovább, amikor majd nem lesz ez a bezártság, akkor mit lehet kamatoztatni a most szerzett tudásból, ezekből a készségekből, amik most akarva akaratlanul felszínre kerültek? Hát a hogyan továbbra talán még elég nehéz válaszolni. Az biztos, hogy valamilyen szempontból újra tervezést, újra gondolást igényel ez az időszak. Újra kell definiálni saját magamat, a másikkal való viszonyomat, az Istennel való kapcsolatomat. Egyszerűen reflektálnom kell a saját működésünkre, vagy hát talán mindenkinek ez a feladata. Vagy egy nagy lehetőség van ebben a, hát talán nevezhetjük puszta tapasztalatban. De a pusztában is találkozik az ember Istennel, ott is szól hozzá.
ez talán pont arra jó, hogy elveszítsük a hamis kapaszkodóinkat, vagy amiről eddig azt gondoltuk, hogy fontos, hogy szükséges, vagy nélkülözhetetlen, hogy nem tudunk nélküle meglenni. Ez most egy lehetőség arra, hogy ezt az illúziót így elengedjük. És hát tény, hogy egy olyan társadalomban élünk, ami az nagyon nehezen viseli a kellemetlenséget, meg a fájdalmat, hogy minden így rögtön azonnal fájdalomcsillapításra, vagy így érzéstelenítésre vár, és hogy ez a helyzet pont erre hív meg, hogy nagyon sok benne a bizonytalanság, az újdonság, a nehézség, a szociális kapcsolatok hiánya talán mindenki próbára tesz, megterhel, de hogyha ezt átszenvedjük, ha megéljük, hogyha elfogadjuk, hogy ez a pusztaság, ez a tapasztalat az életünk része, és hogy integráns része annak, amit emberségnek vagy hétköznapnak nevezünk, akkor én hiszem azt, hogy ebből valamiféle föltámadás lehet, hát inkább az egyén szintjén, mint nagy közösség szintjén, de nekem ebben tényleg van reményem, hogy valamilyen emberközpontú világ felé érdemes elindulni. Olyan illúzióim nincsenek, hogy a nagy termelési, meg a szállítási láncolatok gazdái azt mondják, hogy ezt egy kicsit így túltoltuk, meg most akkor így lokalizálódunk. Hát nem gondolom, tehát hogy de azért látok esélyt változásra. Tényleg nem a nagy rendszerekben, hanem sokkal inkább az egyes emberekben. Elképzelhető, hogy most a sok-sok hiány megtapasztalása után mondjuk az értékek rendje is átalakul? Teszem azt, megszoktuk, hogy mondjuk vasárnaponként mondjuk az ember elmehetett szentmisére, most egyfajta úgymond böjt van, vagy asszály, vagy nevezzük, aminek nevezzük. Elképzelhető, hogy ez felértékelődik sokakban? Én nagyon bízom benne, hogy tényleg rá tudunk csodálkozni arra, amiről azt gondoltuk, hogy természetes, hogy ez nagyon nem természetes, és hogy ez mekkora ajándék. Tény, hogy ez egy kihívás is az alapvetően szentségközpontú katolikus egyházunknak, hogy akkor most mit kezdjened ezzel a helyzettel, meg a benne élőknek, hívőknek, hogy hogyan eddig a szentségeken keresztül megtapasztaltuk az Isten kegyelmét, most hogyan tudjuk más úton, vagy más módon, és hogy talán nincs is erre egy kész recept. Tehát azért fontosak itt az egyéni utak, mert mindenkinek magában kell megkeresni, meg megtalálni a válaszokat arra, hogy akkor hogyan. Tehát sokkal inkább ezt a kérdést érdemes föltenni, hogy hogyan. Nem azt, hogy miért van ez a helyzet, vagy te miért engedte, vagy miért, hanem hogy hogyan. Hogyan válhat számomra ebből az egészből valami élet. Hogyan fakadhat élet mindabból, ami kiszakított a komfortzónám. És a befelé fordulás még a kényszerűen is egy kicsit azért arra kényszerítheti az embert, hogy önvizsgálatot tartson, vagy önmagában is felfedezzen dolgokat. Mindenképp. Tehát, hogy tény, hogy még a mi életritmusunkban is, vagy személyesen voltak túlkapásaink, sokszor belepörögtünk a munkába, és csak mentünk előre így a fogyasztói társadalom része, meg hát azért azt sem lehet kihagyni ebből, hogy a földünkkel hogy bántunk, vagy mennyire voltunk ebben tudatosak, vagy felelősek, mennyire tartottuk szem előtt a teremtett világ szépségét, értékét. Tehát, hogy érdemes ezeket újra gondolni, átgondolni, hogy akkor hogyan tudok fókuszáltabban, hogyan tudok tudatosabban jelen lenni a saját életemben. Ugye Ferenc pápa mondta, hogy megvolt az az illúziónk egy beteg világban, hogy mi egészségesek maradhatunk, és most szembesültünk azzal, az arcunkba került ez a kép, hogy ez nem így van, nekünk is tenni kell valamit érte. Hogyha megváltozik ez a helyzet, valamennyire úgymond rendeződik, bár biztos, hogy nem térünk vissza ugyanoda, mint ami volt, mennyire fog ez az internetes misszió megmaradni, ez az online jelenlét, ami azért talán kiállta ennek a két hónapnak a próbáját, nem túlzás mondani. Igen, igen. Hogy a zsolozsmányunk közvetítése megmarad-e, azt egyelőre nem tudom. Abban nem vagyok biztos, hogy azt folytatni fogjuk. A YouTube csatornát azt mindenképpen, tehát azt hosszabb távra tervezzük, meg picit tudatosabban próbálunk ott jelen lenni, meg tartalmakat gyártani. Én azt látom fixnek, hogy az megmarad, a többi még mérlegelés kérdése, megkülönböztetés, közösségi megkülönböztetés.
Itt megengedhetjük magunknak, hogy legyen egy kis helye a reklámnak, hol érik el azokat a tartalmakat, azokat a felületeket a kedves internetezők, amelyeken a ferences kisnővérek tevékenykednek. Facebookon, hogyha beírják a keresőbe, hogy Szent Ferenc kisnővérei, akkor ott megtalálják a közösségünk Facebook oldalát, amit lájkolni kell, és akkor ott értesítést kapnak az oldal követői arról, hogy mikor vagyunk élőadásban, a YouTube-on pedig kisnővér adás, így egybe írva néven fut a csatornánk, és akkor pedig a feliratkozás gombra kell kattintani az egyes videók alatt, és akkor ugyanúgy megy az értesítés azoknak, akik feliratkoztak a csatornára, hogy mikor érkezik új tartalom. Kedves nézőink, ilyen egyszerű a dolog, csak követni kell ezeket a csatornákat, és együtt imádkozni, figyelni. Nagyon szépen köszönöm Antal Alexa Kelemen kisnővérnek, hogy elmondta mindezeket. Biztos vagyok benne, hogy táplálkozhatunk ebből. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Kedves nézőinknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!